15 napi rendet tárgyaltak, ülésezett a képviselőtestület. Orosházáról is segítenek, adományok az ukrán menekülteknek. Középpontban a hölgyek, nőnapi rendezvény Szentetornyán. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Ez az Orosházi Városi Televízió híradója, március 11-e péntek van. Jöjjenek a legfontosabb hírek! Újabb hírekről számolt be a Nyárfa utcával kapcsolatban Molnár Béla alpolgármester a március 10-i testületi ülésen. A problémás lakók elköltöztek az ingatlanból. Ezen kívül beszámoltak a tűzoltók, és szó volt több 100 millió forintos pályázatokról is. Jó hírekről tudok beszámolni, mégpedig arról, hogy a Nyárfa utcáról elköltöztek az ott lakók. A napi rendek előtt tájékoztatott a Nyárfa utcai helyzettel kapcsolatban az ügy megoldásáért felelős alpolgármester Molnár Béla. Elmondta, hogy a Liget utcai lakást is eladták a sok gondot okozó lakók. Az alpolgármester megköszönte mindenkinek, aki részt vett a kialakult helyzet megoldásában. Molnár Béla beszélt egy a napokban megjelent riportról is, amely dr. Szabó Ervinről szólt. Az alpolgármester szerint az anyagban a csicskáztatási üggyel kapcsolatban elhangzottak miatt le kellene mondani a jelöltségéről az ellenzéki országgyűlési képviselőjelöltnek. Az alpolgármester arról kérdezte Szabó Ervint, hogy volt-e gyanúsított, volt-e nála házkutatás, gyanúsítása kapcsolatban állt-e a gádorosi csicskáztatási üggyel. Dávid Zoltán polgármester szerint megdöbbentő, hogy ilyen ügyek kerülnek elő újra. Én is megdöbbenve hallom, és kérdezem én is, hogy a DK, az MSZP, a Momentum továbbra is tudja ugyanolyan hévvel és erőteljesen támogatni a jelölt urat, mert azt gondolom, hogy alkalmatlanná vált arra, hogy képviseljen bárkit is. Dr. Szabó Ervin válaszában kifejtette, úgy gondolja, hogy a Fidesz bukásra áll, ennek köszönhető a mostani politikai színjáték. Arról kérdezett, hogy mi az a csicskáztatási ügy, állítja, semmilyen bűncselekményt nem követett el, a bíróság mondta ki, hogy nincs köze a csicskáztatási ügyhöz. A testületi ülésen dr. Blahó János, a Táncsics gimnázium igazgatója tartott előadást, ahogy fogalmazott, Orosháza egyik legnagyobb oktatási vállalkozásáról. Megköszönte az önkormányzat támogató hozzáállását, amire számít a jövőben is. Beszámolót tartottak a 2021-es évről a tűzoltók is. Elhangzott, évről évre, még a kismértékben is, de a műszaki mentések száma emelkedik, amiért az időjárási körülmények a felelősek. Arra kérték az önkormányzatot és a lakosságot, hogy a veszélyes fákat figyeljék, és a szükséges karbantartásokat végezzék el, mert ezek okozzák a legnagyobb problémát. Támogatta a testület a gyopárosi élményfürdő medence terének külső homlokzati nyílászárójának cseréje mellett légtechnika és napelemes rendszer kialakítását is. Ezt pályázati forrásból fedezni az önkormányzat 440 millió forint értékben. Egy másik pályázat keretében a Dózsa-György utcán található régi könyvtár épületében az önkormányzat a kistérségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálatát és kistérségi fogorvosi ügyeletet hozna létre. Ehhez szükséges az épület átalakítása és felújítása is, amit szintén megszavaztak a képviselők. További részleteket az Oroskafén találhatnak. Két szállítmány indult útnak az orosháziak felajánlásaival a háború elől menekülők megsegítésére. A hét elején Lőkösháza, pénteken hajnalban a magyar-ukrán határnál vásárosnamény volt az úti cél. A Vöröskereszt autóját pakolták teli adományokkal még március 8-án. Ásványvizet, üdítőt, zsebkendőt, kéztörlőt, csokoládét, műziszeletet pakoltak fel a szervezet munkatársai és az önkéntes segítők. A több mint 700 kilós szállítmány Lőkösházára ment, ahol a vonaton hosszasan várakozó menekülteknek segítettek. Javarészt ásványvizek vannak, illetve olyan élelmiszerek, amik kézbe adhatók nyilván az utazóknak, az ott várakozóknak. A további adományokat azt viszont tovább fogjuk szortírozni. Kézről kézre adják a dobozokat, egy újabb szállítmány összekészítésén dolgoztak a polgármesteri hivatal udvarán. Dávid Zoltán polgármester felhívására szinte egy emberként mozdult meg Orosháza és térsége. A nagyobb szervezetek, cégek mellett a magánemberek, nyugdíjasok is vittek adományt a gyűjtőhelyre. Aggodalommal tölt el a kialakult háborús helyzet. Orosháza város mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse azokat, akik segítséget kérnek Orosházától. Azon túlmenően gyűjtöttünk adományt. A városvezető hozzátette, felemelő érzés megtapasztalni az összefogást. Köszönetét fejezte ki a magánszemélyeknek, cégeknek, közösségeknek, intézményeknek minden eddigi és ezutáni segítségért. A szállítmány március 11-én hajnalban indult a magyar-ukrán határhoz, Vásárosnaményba. A járművet az Egységes Szociális Központ biztosította.
Orosházára érkezett a kezedben a jövő utazó kiállítás, a környezetvédelemről és fenntarthatóságról szóló interaktív tárlat hétfőtől szombatig tekinthető meg a Petőfi Művelődési Központban. A szerdai napon a Bajcsi Óvoda Kankalin csoportja is kipróbálhatta a témához kapcsolódó izgalmas és játékos feladatokat. Az a oxigén és széndioxid buborékokat jelzik. Óvodás és iskolás csoportok váltották egymást a kezedben a jövő interaktív kiállításnak helyet adó koncertteremben. A fenntarthatóság témájával foglalkozó tárlat színes és informatív tudásanyaga játékos módon mutatja be a látogatóknak, hogyan élhetnek környezettudatosan a hétköznapokon. Egy egész hetes program lehetőség van a művelődési házban, ugye ez a kezedben a jövő interaktív kiállítás, külön iskolás és külön óvodás részleggel. Az elmúlt pár nap tapasztalatai alapján azt látjuk, hogy egyre többeknek fontos a környezettudatosság és a fenntarthatóság. Szeretik a gyerekek a kiállítást, amit egészen szombat délutánig megtekinthetnek itt a művelődési ház koncerttermében. A kiállítás célja, hogy kialakítsa a gyerekekben a Föld négy nagy természeti erőforrásának megóvásához kapcsolódó környezettudatos gondolkozást. Előbb az adott témához kapcsolódó legfontosabb információkat és képeket tanulmányozhatták a gyerekek, ezt követően pedig a témába vágó interaktív játékok várták őket. Nagyon jó, hogy minden feladat interaktív, tevékenykedhetnek a gyerekek, mert úgy gondolom, hogy ezáltal sokkal jobban mélyülnek ezek a dolgok bennük. Ahogy látjátok is, nagyon élvezik minden feladatot, már kitakarítottuk a tavat, szelektíven gyűjtöttük a hulladékot, megkerestük az állatoknak a lakóhelyét, most a négy évszaknak megfelelően feldíszítik a fát, és ahogy látjátok is rajtuk, hogy nagyon nagy örömmel. A kiállítás amellett, hogy bemutatja az erőforrásokat károsító hatásokat, helyes viselkedés mintákat is kínál, így a környezettudatos magatartás különféle lehetőségeit is megismerhetik a látogatók. Egy modell segítségével azt is megtudhatják, hogyan takarékoskodhatnak otthon az energiával és a vízzel. Remélhetőleg a gyerekek ezt az újfajta tudást és szemléletet haza is viszik otthonukba. A sport országjárás keretében Békés megyébe érkezett március 8-án Vári Attila olimpiai bajnok vízilabdázó, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke. Az ő részvételével szervezett sportfórumot a Békés megyei önkormányzat a megyei sportszakemberek számára Békés Csabán. A prominens vendég vízi sportok iránti elköteleződése ellenére a tanácskozás és a tájékoztatás nem korlátozódott ezekre a szakágakra. A sajtótájékoztatón általánosságban értékelték az elmúlt 10-12 év sporteredményeit, a sportágazat fejlődését és további lehetőségeit, a megyei igényeit. A megyei önkormányzat és a Magyar Vízilabda Szövetség többek között azért szervezte ezt a mai fórumot, ezt a mai találkozót az edzők, testnevelők és a Vízilabda Szövetség elnöke, illetve politikai szereplők között, mert szerettünk volna arról beszélgetni, hogy milyen lehetőségek teremtődtek a sport támogatása számára, és a továbbiakban milyen lehetőségek állnak majd rendelkezésre abban az esetben, hogyha ez a rendszer ez fönnáll majd az év második felében és a következő években. Elhangzott, hogy az elmúlt pár év Orosháza vonatkozásában mintegy 1,2 milliárd forint értékű sportfejlesztést hozott. Ennek keretében a leglátványosabb rész a futballban valósult meg, de a most épülő birkózócsarnok is ide sorolható. A beruházások jelentős részét a TAO támogatások fedezték, de az önkormányzat is partnerként áll a fejlesztések mellett. Erdős Norbert államtitkár szerint a sport kifejezetten sikerágazott ma hazánkban. Elsődleges célja az volt ennek a mai összejövetelnek, hogy a megye sportban dolgozó edzői, testnevelői jöjjenek el, találkozzunk, meghallgassuk ismét, hogy mik a javaslatai a következő időszakra. Én azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres 12 éven vagyunk túl, mind országos, mind megyei szinten, a megyei eredmények is kimagaslóak. A sport soha nem volt ennyire támogatott Magyarországon, mint most, ezt nyugodtan elmondhatjuk. Hozzátette, itt nem szabad megállni, a munkát közösen az edzőkkel, sportszakemberekkel folytatni kell. Ezt a célt erősítette meg Vári Attila, a Vízilabda Szövetség elnöke is, aki kifejezetten történelmi pillanatként értékelte a sport jelenlegi helyzetét. Ezt a 10 évet felülelő, hát én szerintem sikertörténetet kicsit megvitatjuk. Rengeteg tapasztalatot szereztünk, de ez egy történelmi pillanata a sportnak, és én úgy fogalmaztam, hogy Magyarország történelmének az egyik legszebb sportfejlesztési időszakán vagyunk túl, de azért nem vagyunk a végén, tehát szeretnénk ezt folytatni.
Kiemelte, hogy szövetségi elnökként maga is rengeteg gyermekkel dolgozik, és a magyar sportban olyan lehetőség, mint most, ezek a minőségi létesítmények, a legjobb körülmények nem álltak még rendelkezésre. Az olimpiai bajnok azt is megemlítette, hogy gyakorló szülőként is látja, milyen jó helyzetben vannak ma a gyerekek a sportterén. Hagyomány az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete életében, hogy az év első nagy rendezvényén a nőnap alkalmából köszöntik az egyesület hölgytagjait. A járványügyi intézkedések idén már nem szabtak határt a rendezvénynek. Mintegy 150-en gyűltek össze a Nyugdíjas Egyesület Töltöm utcai házában az ünnepségre, és már a 10 órai kezdés előtt zsibongást töltötte be a megtelt nagy termet. Elsőként Erős Károly elnök köszöntötte a hölgyeket a nőnapon. Hála Istennek, hogy ezt a tavasz köszöntőt így ünnepelhetjük már állarc nélkül és megfelelő létszámban. Közel 150-en összejöttünk a nyugdíjas házba, hogy köszöntsük a hölgytagjainkat a nőnap alkalmából, kifejezzük hálánkat, tiszteletünket. Egy kis műsorral, egy kis ajándékkal próbálunk kedveskedni az egész éves tevékenységüket megköszönni. Első ízben vállalta a fellépést a nyugdíjasoknál az Orosházi Harangos Néptánc Együttes. A csapat előadása hatalmas sikert aratott. A férfi tagtársak verses köszöntőjét is szeretettel fogadták. A hölgyeket köszöntötte Orosháza polgármestere Dávid Zoltán is. Minden évben eljövünk nőnapkor köszönteni a hölgyeket, de szívem szerint minden nap eljönnék megköszönteni a hölgyeket, mert úgy érzem, hogy a hölgyek olyan sok-sok munkát és olyan sok mindent látnak el, hogy minden nap megérdemelnék azt a tiszteletet, azt a figyelmet, ami őket megilleti. A műsor végén egy kis vendéglátással igyekeztek még a hölgyek kedvében járni. Hagyomány, hogy évi 4 nagy rendezvényüket egy-egy kiállítás megnyitóval kötik össze. Ezúttal az Orosházi Foltvarró Egyesület munkáit állították ki a nagy teremben. A szentetornyai férfiak valósággal elkényeztették a hölgyeket március 9-én a közösségi házban, ahol a Magunkért Egymásért civil egyesület tartotta nőnapi rendezvényét. A hölgyeknek kivételesen nem kellett se főzniük, se sütniük, se felszolgálniuk, sőt még mosogatniuk sem. Minden férfira legalább 4 nő jutott az idei nőnapon. A 12 férfi tag most is nagy meglepetéssel készült a több mint 50 hölgytagnak. Magunkért Egymásért civil egyesület klubtermében most ünnepeljük a nőnapot, és azon különleges alkalom egyike, hogy itt most a férfiak fognak felszolgálni, illetve ők fogják egy kicsit idézőjelben kényeztetni a hölgytagokat, tehát mindent ők fognak most, tehát ők is készítettek elő, és ők fogják levezényelni az egész délutánt. Kolbászos paprikást, majd süteményeket vittek az asztalokra az urak a hölgyek elé, az előbbit ők maguk főzték. A finom falatok után szavalatokkal és énekprodukciókkal örvendeztették meg őket. Talán nem is tudjuk mindezt megköszönni, de szívből tudunk mindezért szeretni. Az urak ajándékkal is készültek, nőnap alkalmából egy-egy doboz bombont és egy-egy szál rózsát nyújtottak át a hölgyeknek. Antal László képviselőtől az Orosházi Önkormányzat nevében minden megjelent nőtag illatos jácintot kapott ajándékba. A nőkről sokan sokféleképpen vélekednek. Költőket ihlettek, festőkecsetjeit keltették életre, és sok más művészeti ág hirdeti alkotásaiban a nők különlegességét, szépségét, bájait. Ezen a napon a férfiak igyekeznek kivételes bánásmódban részesíteni barátnőjüket, feleségüket, hölgyrokonaikat. Ez valóban így volt, a hölgyek számára minden lehetséges módon érzékeltették, hogy fontos szerepet töltenek be a mece életében. Örömteli bejelentést tett csütörtök reggel Batonyán Erdős Norbert államtitkár és dr. Takács Árpád kormány megbízott. Batonyán is létrehoz egy kormányablakot a Békés megyei kormányhivatal. Erdős Norbert államtitkár a 2010-14-es időszakban a Békés megyei kormányhivatalt vezető egykori kormány megbízott jelentette be, hogy az új batonyai kormányablak egy 130 millió forintos beruházás eredményeképpen jön létre. Kiemelte, szükség van a kormányablakokra, hiszen nagyon lényeges, hogy az állampolgárok minél egyszerűbben, gördülékenyebben, gyorsabban tudják intézni hivatalos ügyeiket. Egyszerűsíti, optimalizálja a munkát, és az ügyfelek számára könnyebb elérhetőséget fog biztosítani, hanem egy rendkívül fontos dologra hagy irányítsam rá a figyelmet. Itt vagyunk a határszélén. A határ túloldalán is rengeteg magyar él. Ezek a magyarok itt tudnak majd, a határ túloldalán élő magyarok itt tudnak majd ügyeket intézni, ugyanúgy, mint a itt lévő állandó lakos.
A bejelentés alkalmával dr. Takács Árpád kormány megbízott elmondta. Minden szervezet cselekvőképessége a végrehajtás szintjén dől el. Ennek érdekében 2013-tól kezdtek átalakulni az okmányirodák kormányablakokká, ahol már nem csak a személyes irataikkal kapcsolatos ügyeket intézhették az állampolgárok. Jelenleg Békés megyében 16 kormányablak van, 17. lesz az Eleki és 18. ez a Batonyai. Egy nagy jelentőségű beruházásról van szó, nem csak azért, mert a magyar kormány hazai forrásból 130 millió forintot biztosít erre, hanem azért is, mert így Batonya és a környék egy valódi igazgatási központtá válik. A Békés megyei kormányhivatal évente mintegy 1 millió 100 ezer ügyféllel kerül kapcsolatba, és több mint 1 millió 200 ezer hatósági döntést hoz. Az új kormányablak három létesülő munkaállomásán a legmodernebb technika és jól felkészült ügyintézők segítik majd a gördülékeny ügyintézést. Most lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. 15 napi rendet tárgyaltak, ülésezett a képviselőtestület. Orosházáról is segítenek, adományok az ukrán menekülteknek. Középpontban a hölgyek, nőnapi rendezvény Szentetornyán. Ez volt az Orosházi Városi Televízió híradója március 11-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb jövő héten kedden jelentkezünk. Addig is olvassák az Orosz Kafét és kövessenek minket a Facebookon. Híradónkat bármikor visszanézhetik az Orosz Kafé YouTube csatornáján. Munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes estét és szép hétvégét kívánok, a viszontlátásra! A műsorvezetőt támogatta Debreceni Anett, fodrász.